Vendégünk Sobloher Barbie, Salvatore Giuliano és Töpi a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! Egy elég látványos, akciódus klipet készítettetek, talán még Jackie Chan is megrigyelni, de honnan jött az ötlet, hogy egy kvázi hongkongi krimit forgassatok? Alapvetően egy ilyen nagyon felnőttes világban gondolkoztunk már legelejétől kezdve, mert hallottuk, hogy a zene az így már egy kicsivel érettebb, vagy ilyen felnőttesebb érzelmeket tükröz, mint amit eddig megszokhattunk a Blahától, és elkezdtünk agyalni Szombat Máté rendezőtársammal, hogy mihez lehetne visszanyúlni, ami ilyesmi hangulatú lehetne, és elkezdtünk gondolkozni azokról a filmeken, amik így kiskoromban meg voltak tiltva, hogy jaj, ezt nem szabad megnézni, mert hogy az ilyen túl komoly, meg hogy véres, meg ilyenek, és akkor nyilván, hogy a krimikhez kezdtünk el visszanyúlni. És hogy ne legyen ilyen nagyon tarantínos van, akkor inkább az ilyen hongkongi krimi vonalra mentünk inkább át, és ebből próbáltunk egy imidzset csinálni a zenekarnak, meg a kliphez. Barbie, mit szóltatok ehhez az irányhoz? Egyetem beleszóltatok bármilyen szinten a képalkotásba? Már elsőre nagyon tetszett ez a moodboard, amit Giulianoik összeraktak, és még azt a 80-as évek hangulatot is nagyon jól hozza a színvilágban a videóklip, amit egyébként mi alapvetően így elképzeltünk a dalhoz megszólalásban, meg nekünk is egy ilyen nagyon erőteljes, energikus, de azért egy kicsit borús képi világ volt a fejünkben. A Sokat Bír klipjéről elmondhatjuk, hogy egy igazi szerelem projekt. Az egyhetes forgatás során milyen akadályokba ütköztetek? Voltak-e olyanok, amiket így nagyon nehéz volt leküzdeni? Fú, hát igaz, egy külön egyet nem tudnék kiemelni, maga az egész volt logisztikailag borzalmasan nehéz, maga a helyszínek megszerzése, az emberek összeszervezése, mert hogy táncosoktól, autótól, étteremtől, kaszinótól kezdve minden van benne. Tehát igazából ez volt egy alapvetően nagyon nehéz folyamat, ami kb. Egy 3-4 hónapot vett az egész igénybe. Igen, mert ugye többször is át kellett szervezni az egészet, ugyanis sorban lettek betegek az emberek a stábból, és akkor azért csúszott, úgyhogy hát sok akadályon kellett átverekedni magunkat, de ugye Sokat Bír. Abszolút tükrözte a Sokat Bír így az egész projektet, és amit nagyon szeretném megköszönni a stábnak, így külön a erőfeszítés munkát, meg a profizmus, mert nélkülük ez ebben a formában biztos, hogy nem valósult volna meg. Szerintem mindenkinek, aki segített még benne, van. És a zenekarilag is nagyon hálásak vagyunk nektek is, meg tényleg mindenkinek nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk. Szerintem egyébként az nagyon jól látszódik, hogy Barbie, te igencsak élvezted ezt a forgatást. Kicsit mesélj, milyen érzések voltak benned, mert száguldoztál sportautóban, azért nagyon sok minden volt itt. Hát igen, én szeretem, hogy be vagyok dobva ilyen extrém helyzetekbe, ugye ezt tőlem már mondhatni megszokott videóklipekben. Éjjel a nagyon, fő utcán. Igen, amikor éppen nem fáztam, akkor nagyon élveztem ezt az egészet, de én tényleg minden tiszteletem és elismerésem most elbe, hogy ezt hogy csináltátok végig egy hétig. Annyira iszonyatosan hideg volt kint éjszaka, hogy én tényleg majdnem megfagytam. Tehát fűtött minket a szeretet. Így van. Meg volt, hogy egy munka után mentünk forgatni, vagy én munka után mentem, és ilyen 10x órás napokat húztam le. Szóval elég fárasztó volt. Volt, hogy majdnem behajtottam a szembesávba egyik forgatási napon, ezt nem mondtam még. Meséljetek egy kicsit a klip. De örülünk, hogy nem történt semmi. Hogy itt vagy. Kölcsönautóban, tehát a legrosszabb benne. Kicsit még a klip szimbólum világáról kérdeznélek titeket. Látunk itt arc nélküli embereket, ember nélküli ruhákat. Ezek mit akarnak szimbolizálni? Mondom. Inkább mondtam, mert ezt olyan szépen megfogalmaztátok a Mátéval. Jó, lényegében egy ilyen lázálomszerű állapotot akartunk még 8-as évek, meg a keleties dolgok mellé belecsempészni. Az arc nélküli emberek az így a szajának egy olyan szituációba való belecsöppenését akarták szimbolizálni, hogy így van egy ismeretlen nyelv számára, amit nem tud értelmezni a karaoke közben, vannak ezek az arc nélküli emberek, és igazából nem tud kapaszkodni semmilyen segítségbe így abban a helyzetben, és ezt a fajta reménytelenséget akartuk így megmutatni. A ruhák azok meg lényegében egy kerekebb sztori, hogy a Barbie a klip elején levesz egy állarcot, és elkezd menekülni. Lényegében ezektől az állarcos alakoktól, amikkel a végén majd összeharcol, vagy összetáncharcol pontosabban. És amikor ezekkel végre szembenéz, meg legyőzi őket, az akik szert is fosznak, és ezek jelképeznek ilyen mindenféle belső feszültséget, meg aggályokat, meg ilyeneket. A zenekar ugye az új albummal egy szinte új korszakát éli, és ezt az új korszakot majd jól meg is ünneplítek augusztus 4-én. Hogyan készültök erre az évre?
Nagyon sok koncert lesz, nagyon izgatottak vagyunk. Augusztus 4-én a Budapest Parkban lesz a 10. születésnapi koncertünk, úgyhogy ez az lesz a nyár egyik legnagyobb bulia. Nagyon várjuk, és az új korszak pedig az, hogy egyszerűen most még jobban azt fogjuk csinálni, amit szeretünk, és még jobban minden pillanatát ki fogjuk használni annak, hogy ezt lehet csinálni. És szerintem ez a videoklip legalább akkora slágerklip lesz, mint amennyit hallhatjuk egyébként ezt a dalt is a rádióban, úgyhogy mondhatjuk, igen, nagyon sokat játsz a rádióban, nagyon boldogunk vagyunk tőle. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt lettünk. Sziasztok! Sziasztok.